Fontos határidő közeleg, amelyet érdemes észben tartaniuk a gépjármű tulajdonosoknak. Azok, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk mértéke, határozatot kapnak. Akiknek viszont változatlan maradt a befizetendő adó összege, azokat értesítésben emlékezteti az adóhatóság a fizetésre. A határozatokat és értesítéseket a NAV elektronikusan küldi mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapják meg a papírokat. A tárhelyre érkező iratot érdemes a tartós tárba áthelyezni, mert az irat csak 30 napig érhető el a tárhelyen, utána törlődik. Ezután a NAV-os irat a NAV ügyfélportál felületen a dokumentumok között érhető el. A gépjárműadó befizetése a NAV mobil gépjárműadó menüpontjában, vagy a NAV ügyintéző felületén, az ügyfélportálon is pillanatok alatt teljesíthető. A korábbi évekhez hasonlóan a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára is befizethető az összeg banki utalással. Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. A súlyadó első részletét, mivel március 15-e munkaszüneti nap, március 16-áig, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni. A határidőkre azért is érdemes odafigyelni, mert az adó késedelmes fizetésekor már késedelmi pótlék növelheti az összeget. A fizetési határidőt nem befolyásolja, ha az adózó esetleg nem veszi át az emlékeztető értesítést.